Mint az országban több helyen, városunkban is az a célja a Kiskörösi Gazdakör Egyesületnek, hogy a termelői piac működtetésével támogassa a helyi termelőket. A pályázatnak is kiemelt célja, és ennek a rendezvénynek is a helyi termelőknek a segítése, piacra jutása, bevételhez juttatása, hiszen itt a helyi termelők bérmentve áruhatnak, megjelenhetnek, asztalt biztosítunk a számukra, mérleget biztosítunk a számukra, akár ilyen áruszállító kiskocsikat is biztosítunk, ezt mind a pályázat biztosítja, finanszírozza. Igazából csak segíteni akarunk, megjelenni. A Kiskörösi Gazdakör Egyesület által szeptember 23-án megtartott termelői piac ötletét az országban már több helyen megvalósult gazdapiacok adták. Az ötlet pontosan Kecskemétről származik. Az ottani Garabó vásár, ott is a főtéren megrendezésre kerülő vásár, piac ötletéből merítve jött gazdakörön belül, hogy próbáljunk létrehozni egy ilyen jellegű kezdeményezést, ami egy pályázati támogatásnak köszönhetően most szeptemberben sikeresen el is indult. Önállóan most ez az első alkalmunk, de a szüreti napok megrendezésén, amikor ugyanígy itt a Csigás kútnál a gazdaköri sátor már nagyobb terjedelme jelen volt és működött, akkor már az volt, ott is árultunk termékeket, de önállóan most ez az első alkalmunk, hogy úgymond önálló rendezvényként ez itt megrendezésre kerül. A főtéri termelői piac egy kicsit más, mint a hagyományos szerdai és szombati piac. Behoztuk ide ugye a város frekventált kis részére, és nem egy reggel, korán hajnalban induló program ez piac, hanem délben, minden alkalomkor déltől este 6-ig fog tartani. Kicsit arra gondoltunk, hogy itt a központban dolgozók egyrészt az ebédszünetben, munkának az ebédszünetjében le tudjanak jönni, vásárolni, illetve a munka után hazafele, ahogy általában az emberek hazafele a munkából szoktak bevásárolni, itt meg tudják vásárolni helyi termékeket, olyan termékeket, amit így most így láthatunk, például húsáru, savanyúság, gyümölcs, feldolgozott termékek, gondolok itt ugye az almalére, vagy a homoktövisre itt mögöttünk, és még ki tudja még mikor mi fog megjelenni, nyilván ennek lesz egy szezonalitása, például januárban nem szervezünk ilyen piacot, de azt kell tudni, az a fő kiinduló pont, hogy minden hónap második és negyedik csütörtökén fogjuk ezt megtartani. Minden alkalommal a közösségi oldalon hirdetik meg a piacot, de a helyi médián keresztül is tájékoztatják a kiskörösieket a piac időpontjáról. A következő alkalmakon a most látott helyi termékek kiegészülnek szezonális árukkal. Amíg a felnőttek vásárolnak, addig a Kiskörösi Gazdakör Egyesület jóvoltából a gyerekek is elfoglalhatják magukat. Ezt is azért találtuk ki, hogy még ösztönözzük a családos, gyerekes személyeket, vásárlókat, hogy amíg ő ide eljön, körbenéz, akkor lehet, hogy a gyerkősz itt leragad egy negyed óra 20 percre, mert olyan játékokat biztosítunk, amik direkt a piacolást, a termelést, a gazdálkodást mutatják be, ilyen jellegű játékok, fajátékok, és folyamatosan lesz itt egy felügyelet is ebből a szempontból, tehát ajánlom mindenkinek, hogyha véletlen nem is csak vásárolni, csak a gyerkőce erre jár, akkor használja ki a lehetőséget. Ne feledjék, a következő termelői piac október 14-én 12 órától 18 óráig várja majd újra a vásárlókat a főtéren a Csigás kút mellett.